Nederland staat bovenaan, want de leeuw wordt ons voeren, dan kan de hele wereld aan. Hop, ho! Ja, dat is mooi, hè? Dat is in mis... Vagyok, azért, itt vagytok, hazai telepen. Happy birthday. Na, egy, két, egy, két, há, négy. Szia! Ez a puszta golf elnevezésű játék hogy került ide Szántó Pusztára? I miss a thing. It was founded. It was founded a few years ago in Holland, because the farmers, being a farmer is not the most job where you earn the most, and with all the regulations they have now with the milk. Egy holland parasztember találta ki ezt a játékot néhány évvel ezelőtt. Ugyanis vannak olyan időszakok, amikor nem működnek annyira a gazdaságok. És nincs pénz, nem adnak a marhák tejet, rossz az időjárás, és ő kitalálta ezt a dolgot, leásott egy vödröt a mezőre, és elkezdte ütögetni bele a labdát. Így lett belőle egy holland népi játék, most már több mint 100 pálya van kint. Nagyon nagy családi mulatság, mert lehet játszani gyerekekkel is. Igazi alkalmakat ad kikapcsolódásra, meg nevetésre, különösen amikor vizes időben a vizes vödörből veszik ki a labdát, pocsolyába esik, akkor tehénlepényeket kell kerülgetni a mezőkön, és oda esik be a labda esetleg, belelépnek az emberek, stb. Stb. Nem annyira kötött, mint a hagyományos golf. Ő is nagyon nagy szenvedéllyel, szeretettel és hevülettel játszik. Otthon is űzi rendszeresen ezt a sportot. Now myself, I play normal golf also, but not so often because I don't have so much time. But when you have, let's say, a family... Inkább a hagyományos golfot űzi otthon, bár ideje nem sok van, de családi partik és összejövetelek alkalmával természetesen játszák a puszta golfot, ahol nem is igazán az eredmény az érdekes, hogy ki hány szöröti bele a labdát a vödörben, hanem maga a játék, maga a szenvedély, a kikapcsolódás. Honnan tudod, hogy hova kell ütni? Hát nem, mindjárt, most meg nem látni a vödör. Most odaáll a srác és megmutatja. Meg beledugja a nyelét? Odaáll, így van. When you play regular golf, you have the real clubs, and it is quite a professional thing, especially in Holland. You need to have. Az ütő különböző fajtai arra valók, hogy másképpen bánjunk a labdákkal egyes helyzetekben. Míg a hagyományos golfban a labdákat el lehet ütni több száz méterre is, itt nincs erre szükség, ezért van ez a fapapucsos kialakítás, és ugyanez a célt szolgálja a másfajta ütő is, ami ugye nem fapapucs, csak egy fapapucs. Tulajdonképpen. De hát ezekkel is lehet emelni a labdát, vagy pedig ütni. Igazából azért ilyen méretes, hogy a gyerekek is el tudják találni ezt a labdát. Bravo! A hatos pályánál történt egy nagyon érdekes esemény. Yeah, that's very nice to play, and we did the course when we were here in August, and that's the very most difficult one it is. But the Hungarian guy was excellent. He did it this three times, but that is. Ugye a legnehezebb a hatos kapu, mert ugye itt 20 ütésben van maximálva az egyes kapura való játszásnak a lehetősége, és általában ez kimerül mindig. Ők tartották eddig a rekordot 6-tal, de most a magyar srácnak nagyon nagy szerencséje volt 3-mal, és úgy érzi, hogy egy 20 évig tartó rekord született most, mert annyi ideig nem nagyon fogják megdönteni. És azt mondja, hogy ez a legnehezebb, legnehezebb szakasz a pályának, ez a hatos. Mert hogyha túlütti az ember, másik oldalra gurul le, ha kisebbet, akkor esetleg jobban visszagurul, mint amikor elkezdte. Úgyhogy ez egy nagyon komoly fordulópont itt a játékban. Ide! Ide bele a vödörbe! Nyertünk! Nyertünk!
Miért megjátszunk? Szerintem fölösleges tovább játszani. Mennyi? Volt-e már itt a golf történelemben ilyen szenzációs lövés? Azt mondják, hogy 6-nál van a rekord eddig. Úgyhogy most megdőlt a rekord, mert 3 volt. 3, ez a harmadik volt. Nem nyilatkozom. Tudom, hogy ilyen nagy ember. Ekkora világcsúcs beállítónak. Igen. Nehéz. Mit kapok érte? Nyilatkoznia. Mit kapok érte? Hát már itt van. Hier reinzubringen den Ball. Nicht so einfach. Aber wir werden das schon schaffen. Puszta golf versenynek az első nemzetközi versenynek az eredmény hirdetése következik. 3 csapat indult, az egyik csapat Hollandiából, másik csapat Németországból érkezett, és harmadik pedig Zamárdiból. A harmadik helyezett Németország csapata lett. Ez a dritte Platz, hát Deutschland erreicht, von hinten die erste, ja? Hani und seine Sohn. Tehát Hans Bauer és Harald Bauer, tehát egy apa és egy fia. Nagyon köszönjük nekik ezt az áldozatos munkát. Extra ezért a hétvégén ide utaztak hozzánk, és vették a fáradtságot, hogy velünk játszanak. 89 pontot értek el. A második helyezett lett Hollandia csapata. Zweite Platz erreicht Niederland. Az első helyet meglepetésszerűen, meg kell mondanom őszintén, hogy a holland csapat és a német csapat már játszott ezen a pályán. Az első helyet a magyar csapat érte el. Nagy tapsot kérnék. A magyar csapat, Marit Gábor és a többiek. A 4 darab pólót kapnak, egy címbe, hogy jövőre tudjanak játszani, 2 csapkát, meg egy ilyen bronz plakettet. Ami nagyon fontos, hogy elmondjam, ez a pálya elég nehéz, mert egy domboldalon találhat ez a vödör, és a fránya labda mindig legurul. Eddig ennél a domboldalon a világcsúcs a mi pályánkon 6 ütésből volt. Ezt az amádi csapat, a Gáborék csapat a 3 ütésből teljesítette. Vörös Tamás volt a jó ütő. Ízelítő az, hogy 3-ban találtak bele, ugyanebben a vödörben a többi csapat az 20 ütéssel ment bele. Tehát az a maximum, és tovább léphettek. For the people who live in towns, I would say go to the very nice area of Samardi here and go outside and either you play here, push the golf. Finkor üzenet az a városi embereknek, hogy minél többet menjenek ki a szabadba, töltsék el ott az időt, és ha egy igazán érdekes játékot szeretnének játszani, akkor jöjjenek el a csodálatos Zamárdiba, játszanak puszta golfot, nézzék meg az Ádám pincét, fürödjenek a Balatonban, és érezzék jól magukat. Ja!